valljuk, hogy a hagyományt nem csak a hamuját kell újraéleszteni, hanem a lángot kell életben tartani. Ehhez létrehoztunk már a ormánsági hagyományokat bemutató tájházat, valamint szobrot állítottunk az ormánság kiemelkedő kutatóinak, Kis Gézának és Zentai Jánosnak, akik az ormánsági hagyományokat gyűjtötték össze és hagyták az utókorra. Legértékesebb műemlékünk a református templom, amelynek virágozott, festett kazettái a napjainkban lettek felújítva. Nagyon örülünk, és egy nagy köszönetet is szeretnék mondani, hogy ez a fesztivál létre tud jönni ezen a három településen és a látogatóközpontban, mert úgy látszik, nem hiába dolgoztunk és felfigyeltek ránk. És eddig ezek a látnivalók csak egy zárt községnek, zárt közösségnek adtak látnivalót, és ezzel a fesztivállal ki tudjuk nyitni mi is a kapuinkat, megismernek bennünket, megismerik az ormánsági embereknek az életét és a hagyományainkat, a látnivalókat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ennek a lehetőségét, és minden igyekezetünket hozzátesszük ehhez a fesztiválhoz, hogy sikeres legyen. Köszönöm szépen! Szerényen elhagadta a polgármester asszony, de azért három évvel ezelőtt egy kihelyezett kormányülés helyszíne volt Kémes, úgyhogy akkoriban, vagy aznap legalábbis az ország fővárosává vált a 480 lelkes Kémes. Hideg József, Tésenfa polgármester. Jó napot kívánok mindenkit, nagy tisztelettel üdvözlök Tésenfa község és lakosai nevében. Egy darab utca, 157 lakos. A Tésenfa község mai állapotában gyorsan fogyó népességgel, nagyon komoly szociális problémákkal küzdő tipikus ormánsági kis település. Ezzel együtt két dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik az épített örökségünk, tehát a régi parasztházaink, amiket érdemes megtekinteni. Másrészt pedig az a természeti környezet, ami körbeveszi a településünket. Tehát a Dráva folyó 2 kilométerre található tőlünk, de Európának a legtisztább vízű folyója, 41 néhány azonosított halfajjal a vízében. A másik pedig, ha valakinek esetleg szociológiai irányú érdeklődése van, akkor jó szívvel ajánlom a településünk megtekintését. Azon kontrasztok megállapítása és észrevétele céljából, amelyek mondjuk egy ilyen nagyvárosi lét és egy ilyen parányjelvű vagy kisfalú életek közt felelhetők. Úgyhogy szeretettel várjuk Önöket Tésenfára is. Köszönöm szépen! Pál Csaba, Szaporca polgármester. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szaporca egy Árpád-kori település, ami az ott élő embereknek az életét a Dráva határozta meg. Szaporcának több nevezetessége van, a mi temetőben nyugszik Munkácsi Albert, volt református lelkész, és akiről tudni kell, hogy az 1848-as szabadságharc idején Táncsicsot támogatta. Nagyon szép a református templomunk, ami a régi talpos templom helyén épült, és ennek az otthonáját szeretném majd Varnus Szavér jó voltából egy kevés adományjal, illetve nagy gyűjtéssel felújítani. Ez egy 1888-ban épült Angster orgonal, amelyet Angster József körülbelül 120. körüli orgonájaként épített meg. Az Eperfa tájházról kell még megemlítést tennem, ami helyi fiatalok összefogásával gyakorlatilag majd egy közösségi szintéré vált. Ennek az adományozója egy Szaporcáról elszármazott Varga Ibolya nevezetű hölgy, aki ma Budapesten él, és annak a ragaszkodása a szülőföldhöz úgy döntött, hogy az önkormányzat számára átadja ezt az épületet, amit a mai napig eredeti állapotában megőriztünk, illetve a helyi sajátosságokkal megtöltöttük, és tájház lett belőle. Rendkívül érdemes megtekinteni. Ma interaktív Kovács műhely működik benne. Hagyományos jelleggel épült talpas Kovács műhely.
nagyon, nagyon komoly a gasztronómiai vonzata neki, hiszen helyi fiatalok kemencéket építettek, illetve nagyon sok helyi étel készül ott, az említett burka is. Van egy 1700-as években keletkezett hételes tagunk, ami egy áradás folyamán keletkezett. Ez egy örvénylés hatására alakult ki, szélmalomkerék hatásra kiemelte a talajt, megmaradt a tó, nem pár száz négyzetméter, majdnem egy hektár. A nevét pedig onnan kapta, hogy hétől mély volt. Ma sajnos már nem. A területünkön helyezkedik az Őzrával látogató központ, amely 2015-ben lett átadva, amiről majd igazgató úr bővebben fog beszélni. Illetve működik a településünkön több civil szervezet, hételes egyesület, a Ökokráf egyesület és környezetkultúra egyesület. Arról majd a Bozsics kolléga az többet fog. Hát, nálunk is dolgoznak elég keményen. A településünkön látható lesz még egy helytörténeti kiállítás, amit a Józsi kolléga hozott össze igazából. És én úgy gondolom, ha eljönnek hozzánk, nagyon szép látnivalóval lesz részük, egy igazán szép ormánsági település. Kérem, jöjjenek el, és adományokkal támogassák az otthonánkat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Igaz, a Nemzeti Színházról már beszéltünk, és most felkérem a Szabó Magdát, a Nemzeti Színház stratégiai igazgatóját, hogy egy pár mondat.